Várjátok az igét? Várjátok az igét? Szomjazzátok az Isten beszédét? Hogy mi az, amit a készített? Hogy mi az, amit nekünk mára készített? Ez nagyon fontos dolog, hogy elvárásom legyen Isten felé. Hogy Uram, ma én azért, gyűlök, azért vagyok itt, azért gyűltünk össze, hogy ma nekem hozzám szóljál. Amen? Amen. Oké. Okay. Mielőtt még szólni fogna hozzánk az Úr az igényén keresztül, előtte hagy mondja el nektek, hogy augusztus 24-én, 25-én Kolenda, Dániel Kolenda itt lesz a sportcsarnokban, a gyülekezetünk is támogató, szervező ebben az egész projektben, amelyben Magyarországnak és Budapestnek egy ébredésért imádkoznak, evangelizációs alkalom lesz, úgyhogy a brosúrák elkészültek, jövő héten elkezdődnek a kiosztások, úgyhogy imádkozzatok és írjátok azokat a neveket magatoknak, a család Körben, baráti körben, akiknek oda lehet adni, egy nagyon igényes brosúra, nagyon igényes meghívó, akiknek el akarjátok hívni erre, 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 a két alkalomra, az esti alkalmak, evangelizációs alkalmak lesznek, erőteljes alkalmak lesznek, a napköziek pedig nekünk szóló evangelizációs alkalmak vannak, hogy az egyház is ébredjen föl, és esetleg mi is térjünk meg, amiből meg kell térni. Úgyhogy készítsétek a szíveteket, mert pesdülés van. Ez a profétai kép, amit az előbb kiprofétáltam, ezt hajnalba kaptam az úrtól, nagyon erőteljesen felizgatott, fellelkesített, föl is írtam magamnak, hogy láttam ezt a kőfalat, láttam a gátaknak a falát, és láttam, hogy a vízszint emelkedik mögötte, és egy feszültséget, egy hatalmas feszültséget lehetett érezni hajnalban, hogy még nem repett szét a gát, ez nem szétrobbanni fog, ott a víz, áthullámoznak át már, mert csak gyülekszik, gyülekszik a víz, de lesz egy pont, amikor nem egyszerűen felcsap, és átbukik, mögötte a víz, hanem azt mutatta, hogy szét fog robbanni az egész gát, és az egész nagy söprésben el fog indulni. Halleluja! Fogalmam nem, mi lesz akkor. Fogalmunk nincs, hogy mi lesz akkor, de itt valami fantasztikus, és olyan dolog fog történni, amit még nem tapasztaltunk meg, és amit még emberek nem láttak. Ámen! Ámen! Halleluja! Hú! Máté 24.12, olvasom az Istennek a beszédét, ez lesz a mai alapigénk. Három sor, csak ezzel fogunk, fogunk foglalkozni. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, jó kezdem, mi? Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten királyi uralmának ezt az evangéliumát fogják hirdetni az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Előre mondom, hogy jó lesz a vég a prédikációnak, jó? Tehát nem egy utolsó idős prédikációról van most szó. Nem az utolsó időkről akarok most beszélni, de Isten ezt az igét helyezte a szívemre. Úgyhogy elkezdtem kérdezni olyat, hogy Uram, mit akarsz ma ezzel tanítani, mit akarsz ezzel ma üzenni? Arról az élethelyzetről, arról a megtapasztalásról akar ma veletek az Úr beszélni, amikor úgy érzed, hogy van egy kicsike kis ellentmondás abban, amit hiszel, amit tanítottak neked, és abban, amit megélsz a mindennapokban. Mintha lenne egy ellenmondás, mintha ez, amit mondanak, az nem ugyanaz lenne, mint amit én megtapasztalok. És erre a nagy ellenmondásra szeretnék ma, szeretném ma Isten velünk beszélni, és felhívni a figyelmünket, hogy ez az egész emberiséget érinti, de a te személyes életedet is érinteni fogja, sőt már most is érinteni. Meghatározza igazából a keresztény életünket. Mi tudnélik, Ebben a 22-es csapdájában, vagy ebben az ellentmondásban, szóval mi ebben a feszült ellentmondásban éljük egészen addig az életünket, amíg az Úr vissza nem jön. Tulajdonképpen miről beszél ez az ige? Azt mondja, hogy testvéreim, fiaim, a gonoszság növekedni fog, de te örülj. Mert aki hisz, kitart, az üdvözül, és megmenekül. Nagyon röviden ez erről szól. A gonoszság növekedni fog, te viszont örüljél, mert te meg vagy menekülve. Amen? Oké. Okay. Amikor ezt az igét most felolvastam az előbb, szeretném, most behelyettesítenéd, be tudnád helyettesíteni abban, hogy ez mit jelent a te életedben. Ez az, az, amikor jössz a pásztorhoz, és mondod neki, hogy hát ilyen veszteségért olyan bajom van, ilyen szomorúságom van, ilyen dolgok történnek velem, több gázok és fáj a szívem. Erre a pásztor, meg a Biblia azt mondja, hogy jó lesz. Na, nem ismeritek? Nem hallottátok még? Nem, még nem. Jó lesz. Mélyen megzengeti a pásztor a hangját, és azt mondja, jó lesz. És ez azért nagyon fontos, mert megfigyelted, hogy a pásztor nem mond ennél sokkal többet általában. Jó lesz. De megfigyelted, hogy a Biblia sem mond sokkal többet ennél egyébként, meg hogy Jézus sem mond egyébként sokkal többet. Az a helyzet, hogy amikor elkezded mondani Jézusnak, vagy az igét olvasod, mert azt mondod neki, hogy félek, szomorú vagyok, vagy ezt is azt akarom, nagyon nyomás rajtam, Jézus, akkor egyébként nekem, Jézus, sosem mond sokkal többet, mint azt, hogy megértelek, fiam. Együtt érzek veled, fiam. Abszolút értem, hogy miről beszélsz. Én is megértem. És akkor tudod, hogy mennél tovább, hogy na, és Jézus, akkor, ha és változtatnánk rajta, nem, azt nem, de megértelek. De ha ki akarok ebből a helyzetből jönni, tudom, megértelek, jó lesz, jó lesz. Én tőle tanultam ezt a jó lesz. Veled érzek, mondja Isten, abszolút egyetértek veled. De ha azt akarod, hogy ezt a helyzetet megoldjam, akkor azt mondom, hogy nem. Ha meg akarnám oldani, már rég megoldottam volna, mert mindenható Isten vagyok. Ez az a helyzet, ami benne vagy, ez tőlem van. Jó lesz. Uram, de szeretném jó lesz. És az idejét megmondanád, hogy mikor lesz vége. Valamikor. Hamarosan, nem késik, nem múlik el. Köszönöm szépen Jézus. Szóval az a helyzet, hogy ilyenkor te hogy szoktál reagálni Istenre, amikor ezt volt, hogy jó lesz. Hm? Meg se hallod, így van, nekem se szokták meghallani. Jó, jó, ezt már ismerem. Amikor azt mondom egy báránykának, hogy figyelj ide, elmondta a Firulában a panaszait, és azt mondom, hogy figyelj ide, jó lesz. Jó, ezt már úgy unom, Zsolt, ezt már annyira unom, ezt már, ezt már mindig ezt mondod. Hát mit mondjak? Mondjam azt, hogy rossz lesz, de hát nem lesz rossz, jó lesz. Hogy hogyan csinálja az úr, nem tudom. Hogy mikor csinálja, nem tudom. De azt tudom, hogy mi a végeredménye, hogy jó lesz. Ha más nem, akkor ezt meg ma, hogy jó lesz. Oké? Okay? Szóval ebből az aspektusból szeretném megnézni ezt az igét, nem abból, hogy utolsó idők, hanem abból, hogy hogy is működik ez a minden gonoszszá válik, és minden sötété válik, nekem pedig jó lesz ez a kettőt, ez hogyan, hogyan tudjuk megélni. Azt mondja a Máté 24.12-ben, tehát az első mondat, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez, hát az, ez, a, ez a, az igének az első része, az valóban nem hangzik túl jól és túl bátorítóan. Az ige tudnélik egyértelműen jelzi, és nem áltad bennünket, ez szeres meg Istenben, hogy Isten nem áltad téged. Nem csinál ilyen lelki gondozást, ami nem igaz. De az ige egyértelműen jelzi, hogy az emberiség történelme halad előre, halad a vége felé. Azt mondja az ige, hogy a gonoszság nem úgy kevesebb lesz, hanem egyre több lesz. Az ige azt mondja, hogy több lesz, nagyobb lesz, erősebb lesz, végül áthatja az egész emberiséget úgy, mint Noé napjaiban, és teljes mértékben gonoszsággal telik meg a föld. Ezt mondja az ige. Ja, innentől kezdve ez már érint téged is. Ez már engem is érint, hiszen ebben a világban élünk. Amen. Ez nem jó hír. Így van. Ez nem jó hír a lelkemnek. A te szellememnek sem jó hír, a testemnek sem, ez nem egy jó hír, nem, él, nem élvezem, nem dobódom fel tőle ettől a hírtől, pláne nem nyáron, ugye a nyári időben, de miért növekszik a gonoszság? Megkérdezted már Jézustól, hogy de Uram, miért növekszik a gonoszság, hogyha egyébként te győztél a kereszten? Ha minden ellenséged le lett győzve, ha lábaid alá lett vetve, akkor miért, nem, miért növekszik a gonoszság? A technika egyre fejlettebb. Az emberi elménk egyre több mindent tud. Hatalmas tárháza van az információnak. Hatalmas képességünk van arra, hogy gyógyítsunk, megoldjunk helyzeteket. Meg van még a Facebook is. Mert óriási a fejlettségünk. Uram, miért növekszik a gonoszság? Hát nem vagyunk már primitív törzs? Nem vagyunk mi, pigmeusok? Ez jó hangzik, csak nem igaz. Az emberi viselkedést rendkívül jól, példá, jól példázza mondjuk a Black Friday. Tudod? 50 százalék. Hm? Nézd meg a videót. Mi történik akkor? Szétverik a boltot. Széttapossák egymást az emberek. Nem létszükségletekért. szükségletekért, hanem csak 50 százalékért. Tévéért. Mosogatógépért. Habkeverőért. A végén már csak ami van, tudod? Már négy elemen is összeverekednek az emberek. De 50 százalék. Ó, mekkorát nyertem. Szóval az a helyzet, hogy ha egy pigmeusra öltönyt adsz, attól ő még pigmeus. És euh, szeretném neked elmondani, hogy mi pigmeusok vagyunk Akár van rajta törvény, akár nincsen. A fenevadnak a természete az egyszerűen ott van az emberiségnek a légterében, ott van az emberiségben, és egyszerűen megmutatkozik abban a pillanatban, amikor a törvény szigorra lazul amikor a törvény engedékenyebbé válik, amikor az igazságosság kicsit hátrébb szorul, abban a pillanatban előjön a fenevad az emberekből, és abban a pillanatban megmutatkozik, hogy mi lakozik az emberekben. Emlékeztek, sokszor elmondtam a tesco a példáját, hogy most a kedves szomszédot, Kovács Gyuli bácsi, aki a szomszédben van, és olyan kedves, és mindig mosolyog rád, hát a három hétig nem lenne áram, vagy lezárnák a bankkártyákat, és nem lenne pénz, és a tesco az utolsó zsömléket dobálnák szét az emberek, simán fölök, és lett fog téged taposni, mert ő akkor már nem nem a Kovács Gyuri bácsi, hanem egy utolsó kenyérét harcoló fenevad lesz. Kovács Gyuri bácsitól elnézést kérünk. De ez van. Miért, növetke, miért, növekszik a gonoszság? Miért növekszik az, az, a látható gonoszság a Földön? A kettő, 2.6 ad egy titok megfejtést. Nem erről fogok ma beszélni, de éreztem, hogy ezt el kell nektek mondanom. Kettő, Tesszalonik a kettő hat. Tudjátok, hogy itt az Antikrisztusról beszél az ige. Tudjátok, hogy most még mit tartja vissza már az Antikrisztust, hogy csak a maga idejében jelenjen meg? Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csak hogy azt, aki most még visszatartja, előtte el kell távolítani az útból. Magyarán az ige azt mondja, hogy az Antikrisztus meg fog jelenni, a törvénytiprás már titokban zajlik, de valami, valaki még visszatartja, hogy ő színre lépjen. Ki ez a valaki? Az egyház, a Szent Szellem, Jézus. Ez a három válasz szokott lenni. Krisztus teste, minden így van. Az atya, az is jó válasz. Na. Szóval a legtöbb hirdetésben is Közkeletű felfogásban ezek a válaszok szoktak elhangozni, hogy az Atya, a Szent Szellem, az Egyház, a Krisztus Tetsa, stb. Ők kell, őket el kell vétetni az útból, mert ugye akkor az elragadtatás, és akkor majd a, 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 a kiszabadul minden, és kitejesedhet az utolsó időszak a, a fenefad korszakában. Ez a felfogás, vélhetően, hangsúlyozom vélhetően, szerintem tévedés, lehet, hogy igaz, ez az Egyházra is, hangsúlyozom Egyházra is, de amikor Isten kérdeztem, akkor egyre inkább azt mutatta meg, hogy ez nem erről szól. Ez az a helyzet, hogy az el kell távolítani kifejezés mutatja, hogy ez miről szól. Te a Szent Szellemet nem fogod tudni eltávolítani. Te láttad már, hogy amikor Isten kituszkod az ajtón? Valaki megpróbálta Istent már kigyömöszölni, hogy ugye most eltávolítunk, ne arra, hogy <laughs> zárt körül rendezvény. Valásossággal sikerül megszomorítanunk őt, meg ilyenek, de eltávolítani, igen, nehéz Istent. Ha ő akar, úgy is megy. Mégis itt van a személyes más hogy akit el kell távolítani. Most azt gondolom, hogy ez a szent szellemre mutat ugyan, de a szent szellemre, mint az igazságosságnak, a törvényességnek a szellemére vonatkozik. Megmondom miért. Tudjuk, a törvénytipróról beszél ez az ige. Azt mondja, hogy ha belegondolsz, az Isten igazságából, igazságosságából levezethető polgárjogi törvények, amik vannak a Földön, egyébként azok tartják vissza jelenleg az anarhiát. Ha én most leütlek téged egy, egy zsömléért, engem le fognak Ezt Ez tehát engem visszatart. Most nem úgy, mint újjászületett hívőről beszélek, hanem reméljük, hogy hívőként kicsivel több minden tart téged vissza. De most értitek, a törvények és a jogszabályok tartják vissza a fenevadot. Magyarán mit kell elvenni ahhoz, hogy az Antikrisztus a hatalomra tudjon lépni? A törvényességet, a jogalkotást, az úgynevezett polgári jogokat, Nézzetek körül a politikában az egész világon. fülöpszigetek, Oroszország, Egyesült Államok. Mindenhol, ahol hatással bíró nemzetek vannak, ott nem 10-20 éves folyamatok vannak, két-három év alatt, két-három év alatt bontják le a törvényeket a legfelsőbb szinten. Olyan dolgokat engednek meg maguknak vezetők, amiről régen a töredékért le kellett mondani. Ma szemrebben és nélkül hágják át a törvényeket. Szemrebben és nélkül alakítanak jogszabályokat. Miért? Nem fedel rossz szándékból egyébként. Azt gondolom, hogy nem mindegyik ilyen rossz szándékból csinálja. Sőt, valaki jó szándékból csinálja. A jelleget figyeljétek meg. Nincs a törvénynek tisztelete. És hogyha az elitben nincs a törvénynek tisztelete, az lent sem lesz. A törvények szét lesznek dobálva, ami azt jelenti, hogy Eljöhet az anarchia, és színre léphet az Antikrisztus. Elképesztő közel vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ez az ige, ez erről szól, hogy ezt előbb el kell távolítani, és amikor a híreket nézitek, hogy hol eldorál, hogy, hogy hol um, erodálódnak a jogszabályok, a törvények, hol hallítgatják ezeket különböző nemzetekben, hogy látni fogjátok, hogy a törvénytelenség, a jogtalanság, az igazságtalanság hogy ömlik szét már az egész társadalomra, mert nincs ami, aki visszatartsa. Amen. Na ez idáig a rossz hírnek az egyik fele. A másik, hogy mindezek hatására, amit a világban zajlik, és egyre erősebb lesz, ennek hatására azt mondja az igen, hogy a szeretet, az agapi sokakban meghidegül. Hát az agapi a gyülekezetekben van, ergo, lefordítsuk magyar nyelvre, a gyülekezetekben ennek hatására ezzel párhuzamosan a szeretet sokakban meghidegül. Ez érthető egyébként. Ha egy osztályban, egy közösségben, a munkahelyemen, vagy a gimnázium vagyok, vagy a közlegem, ahol élek, az rossz irányba tart, és ráadásul én tudom, hogy ez rossz irány, és csak én látom ezt rossznak, ők egyre inkább ezt jónak tartják és élvezik, akkor ki leszelte te? Ellenség. Egyre inkább te leszel az ellenség. Megérted azt már egy társaságban, hogy mindenki ivott, meg tudod így, ez megérted. Szóval, de úgy megérted már társaságban, hogy akkor mindenki iszik, vagy rogozik rölted, vagy bármit csinál, de te valahogy egy belső értékrend miatt, egy meggyőződés miatt, még csak azt sem mondom, hogy hívő vagy. Ezt azt mondod, hogy nekem nem kell, hogy így szórakozzak. Miért csináljátok? Én megyek veletek, akkor de nekem ne kelljen. Először flocliznak téged, Jaj, nem már, ne csináld már, ne legyél már ilyen szent. A világiak is rögtön ráéreznek, hogy tudod, szent. De nem, én nem vagyok szent, csak egyszerűen, de itt vagyok veletek. De nem, nem, ne, 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 ne csináld már, ne, nem igaz, hogy nem iszom már egy poárbort, vagy egy üveg, vagy egy üveg Miért csinálják ezt? Azért, mert egyre inkább zavarja őket a világosság. Az ige azt mondja, hogy akikben a gonoszság növekszik, azok nem akarnak a világosságra menni. Ezért, ha te ott állsz, mint világító mécs, és nem tesz róla, hát ez van, te ebben hiszel, akkor a fényed előbb-utóbb zavarni fogja az ő szemüket. Mert legbelül egyébként mindenki tudja, hogy atomrészegre leinni magamat és körbehányni egymást, az nem egy jó mulatság egyébként. Az belül érzed, hogy nem az az igazi. Érzed azt, amikor a fiúk... Ö, 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 Szelíd vagy hallgattak erőszakkal, de, de elveszik a szüzességeteket, lányok. Érzed, hogy belül nem jó, ami történik. Úgy ez igaz a fiúkra is, hogy egyszerűen elvesztődnek az értékeitek, az erőtök, a tartásotok. De valahogy akkora nyomás, a nyomás nagy. Na most ez gyarlik a gyülekezetben. Azt mondja itt az ige, hogy előbb-utóbb megpróbálnak téged elhallgattatni. A világ megpróbált téged elhallgatni kiközösítéssel, becsalogatással. Először vagy kiközösítés, vagy becsalogatás. Figyelj, Méri, adunk egy kis pénzt, adunk fizetésemelést. Vasárnap nem kell menned, csak dolgoznod kell vasárnap. Jó, semmi más nincsen, is sok pénzt fogsz érte kapni. Ha ennek nemet mondasz, akkor majd jön majd máshogyan. Vagy félelemmel, vagy kecsegtetéssel folyamatosan próbálnak téged kibillenteni a nyomás alól, és egyre nagyobb a nyomás rajtad. Ki szereti a nyomást? Na nyomást tegye fel a kezét, aki szereti a nyomást. Én nem szeretem a nyomást. Kifejezetten nem szeretem, prüszkülök tőle. Szerintem ezzel te is így vagy. Elmész egy osztálytalálkozóra. találkozóra. Hm? Mindenki sikeres. Mindenki beautiful. Mindenkinek három háza van. Két vállással a háta mögött. Ő, négy gyereke itt-ott különböző helyeken kicsit fel van püfedve az arcuk persze, meg le vannak amortizálva olyanok, mint öreg anyjuk lennének, de nem baj, hát ők azért tíz éves osztály találkozó már nagypapik is lehetnének, úgy néznek ki, a lelkük is olyan. Te meg ott szotyogsz, a kis belső világosságoddal, értékrendeddel, hívő vagyok. Igaz, fiatalosabb vagy. Az üdvösség az a legjobb ránszalnító, szerintem. Amen. És közel a 40 körül ezt el tudom nektek mondani. De az a helyzet, hogy ott állsz abban a osztálytalálkozón, és ott vannak a fantasztikusan elért eredményeik, azért az egy pigmeus öltöny, akármi is van. Ők pigmeusok továbbra is. És öltönyt hordan az. Az igazságodnak a szeretete nem tűnik ilyenkor soknak. Az, hogy megtértél, nem tűnik soknak. Kicsit szégyeled is magadat, hogy csak ennyit értem el pedig az élő Isten velem van. De ezt most már nem mondom, mert nagyon ciki. Hát ezzel azzal foglalkozom. Még tanulok, tudod, ilyenkor kikerüljük azt, hogy igazából mit is csinálsz. Ezt úgy hívják, hogy szégyeljük Jézust, jó? Ezt csak szeretném pontosítani, hogy ilyenkor szégyeljük azt, hogy kinek hittünk, meg kivel élünk, ebből majd remélem megtértek. Volt ilyen időszak, nekem is első három éves koromban ezt elmesélem, mert hívőként, Um, úgy vittem a Bibliát, hogy ne látszódjék az, az utcán azért. befordítottam meg ilyenek. Szóval én nem az a típus voltam, aki a buszon hangos hallelujákkal beszélgetett Jézus Krisztusról. Tök tartottam, amikor voltak olyan tesók mellettem, hogy Gyüliből jöttünk, és akkor hangosan a négyesen, te is Jézus, akkor azt mondja, és, akkor tudod, kicsit hogy néztem körbe, próbáltam úgy tenni, mert nem, nem de tartoznék. <laughs> Ez van. De az úr jó, azóta ebből megtértem ma. Én vagyok a leghangosabb a hatos villamoson, ha velem akarsz utazni, Jézusról fogok beszélni. Hát ahhoz föl kell szállnom a hatos villamosra, ugye? Oké. Okay. Szóval nem tűnik olyan soknak, értitek? De tudod, miért nem tűnik olyan soknak? Mert túl sok Danon reklámot nézel. Túl sok Danon reklámot nézel. Nekem életemben nem hiányzik a Danon joghurt. De akkor nézed a reklámot, úgy rájössz, hogy na, megnézem a hűtőbe, van egy kis Danon joghurt. Nincs Danon a, nincs Danon a hűtőbe, huha, huha, annyi minden hiányzik, mama, igazából mi szegények vagyunk, hát nincs Danon, már feszülök, inkább elmegyek dolgozni túlórába, hogy egy Danon is legyen már a hűtőbe, mert anélkül, meg van írva, látod a reklámokban is, nincs boldog élet minden reggel boldogan és elégedetten, akkor, akkor, tudsz elindulni, ha Danon joghurtot eszel. Ha az nincs, akkor frusztrálta vagy. Pont te maradsz ki ebből, hogy elégedett és boldogan tudjál elindulni. Az a helyzet, hogy nem véletlenül mondom ezeket, mert ezek adják a nyomást. Ezek adják a nyomást, hogy rosszul élsz. Osztálytalálkozók, találkozók, danon reklámok, a belső bizonytalanságait, plusz még a egzisztenciális nyomás, az ördög is tudja, hogy mire reagálsz, hogy reagálsz. Ö, egyszerűen nyomnak téged abból, hogy te még rosszabbul érezd magadat, hát amúgy is az Úr foglalkozik veled, ráadásul az sem mindig kellemes, de még rosszul is érzem magam körülötte, az egész olyan ö, nyomás alatt vagy. Ámen? Oké. Okay. Olyan egyedül tudjuk magunkat ilyenkor érezni. Vagy csak én? Én ilyenkor olyan egyedül tudom magamat érezni. És ilyenkor jön a meghidegülés amikor a nyomás hosszú ideje tart több éve, vagy évtizede, amikor nem igazán látsz ebből eredményt, amikor nem igazán jön a másik oldal, nem a haszonért csináljuk oda, de valami, hogy azért nem vagyok teljesen tökkelütött, akkor az idő után jön a kísértés, és meghidegülsz, mert följön a kérdés, hogy kell ez nekem? Ha kell nekem ez a nyomás? Persze szeretem Istent, szeretem az ő dolgait, de most inkább nem járok egy pár hétig gyűlibe, jó? Kicsit ki fog engedni a nyomás, figyeld meg. Próbáljátok ki. Nem ebbe a gyülibe, mert itt már kipróbálják. Nem jársz gyűlibe, először ki fog, egyszer nem megy a nyomásról, egyértelmű le fog menni a nyomás, egy jó érzéssel fog el, szabad vagyok, véde szeretetem Isten csak úgy, ahogy én. Aztán egy idő után nem fogod már csak úgy szeretni Istent, mert ez van megírva egyébként. Meghidegül benned, és egy kicsit lazítani fogsz. A lazításból pedig még nagyobb hidegség jön be. Aztán ezt még megmagyarázod, jön az a korszak, amikor megmagyarázod. Aztán jön az a korszak, amikor már meg, meg sem magyarázod. Csak eltűntél. Köszönés nélkül. Ha ezen az úton viszont tovább maradok, amit a úrnak az útján, akkor egyre nagyobb lesz a nyomás. Ah, Halleluja. Megáldunk téged. A te nyomásaidnak örülünk. Jó, jó lesz ez. Ez igaz. Szóval amikor ez a nyomás növekszik, az újaknak mondom bátításképpen, hogy jó lesz a vége, hangsúlyozom. Szóval amikor a nyomás azért növekszik, akkor jön az az érzés, hogy legyőzettem, nem bírom tovább, itt van a vége. Én ezt párszor megértem az életemben egy-egy területen, hogy, azt, hogy eljutottam arra a pontra, hogy itt van a vége. Túl over. Ennyi volt. Hogy nem bírom tovább. És akkor jön a folytatás az igében. Most a következő mondat, 24 13, de aki mind végig állhatatos marad, az megmenekül. Hát ez nagyon rövid. Az előbb elbeszéltem nagyon sok percet, hogy mi a nyomás, hogy tevődik össze, hogy nyom bennünket. Erre, amikor kezdődik a jó hír, ez a jó hír, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát ennyi. És visszalapozó, tényleg nincs más valami. Ezt nem lehetne jobban kifejteni, Uram? Azt mondja, tarts ki. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Szóval akár az emberiséget utolérő apokaliptikus időkről beszélünk, akár arról, hogy a saját személyes életedben milyen küzdelmeket és nehézségeket élsz meg, hogy hogyan küzdünk a hitünkért, hogyan küzdünk azért, hogy a hitben tovább tudjunk menni, hogyan küzdünk azért, hogy megmaradjunk egyáltalán a hitben, talán néha küzdünk a győzelemért is. Az alapvető dolog azt mondja Isten, hogy tarts ki. Ez a legelső. Maradj álhatatos. Azt mondja itt az Úr, hogy aki mindvégig álhatatos marad. Ez kicsivel többet jelent, mint a kitartás. A kitartás az az, tudod, amikor lezúgtál már hatalmas hegyoldalon, és így kapaszkodsz egy ágba, vagy folyóban, egy sziklában, a sodrás vinne, és annyit bírsz, hogy kapaszkodsz. Ez a kitartás. Valamikor így is éljük meg az életünket. Az álhatatosságban benne van, hogy valahogy már megálltál, és most egy picit, egy picit egy lépést azért visszább lépek. Előre, áral szemben és álhatatosan lépek lépésről lépésre, elesésről felkelésre, csüggedésből reménységbe, de újra meg újra fölkelek, miután elettem, elestem. Keresem az Isten királyságát ezekben az időszakokban. Őrzöm azokat az igazságokat, amiket felismertem, és megpróbálok azt szerint élni, és abban is megpróbálok előre törni. Alárendelem magamat azoknak az isteni igazságoknak, amiket már megtanítottak számomra, vagy megtanultam, és ez hol ijesztő, hol kevésbé ijesztő, de átengedem neki egyre inkább az irányítást az életemben, a döntésekben. Valahogy megengedem neki, hogy menj kompatibilisét tegyen itt a földön. Mert menny kompatibilis vagy már a mennyben, tudod? Mert amikor megtértél és születél, akkor abban a pillanatban mennykompatibilissé váltál, tehát üdvösséged van. De mennykompatibilissé kell lenned itt a Földön is. Azért nem vagyunk még elragadtatva, nem azért nem vagy még kész, nem is vagy még kész, de nem ezért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, hogy a menny kompatibilist itt meg tudjuk élni itt a Földön. Hogy partnerek legyünk az Úrnak itt a Földön. És azt mondja az Úr, hogy aki ebben a folyamatban állhatatos marad, az megmenekül, az üdvözül. De, és itt már azért emelkedik a jó hírszintje, az mindenképpen megmenekül. Azért nem a túlsó gyerekek. Nem azt mondja Isten, hogy hú, miket csinálod. Az első lépés, hogy csak tarts ki állhatatosan. Jó? Ennyi. Lesz, amit a Földön nem fogsz elérni. Igen, lesz. Lesz sok dolog, amit a Földön nem fogsz megkapni Istentől. De garantálom neked, hogy 99 inkább így mondom, jó? 99 százalékáról mindegyikről ki fog derülni neked egy, vagy két, vagy öt év múlva, hogy de jó, hogy nem kaptam meg, uram. Hálás vagyok érte. Nem tett volna jót, rosszat tett volna, töggáz lett volna. Jó, hogy nincsen. Köszönöm. Amit meg kiharcoltál, és megvan, és úgy gáz, abban meg Isten mert ilyen is van, mert Isten megengedi pontosan azért, hogy megtanulj vére bízni benne. Igen, nagyon akarod, az izsákot, oké, okay, legyártunk egy izmert, akkor legyártottad az izmert, én segítek neked, de azért ez nem az. De ha kitörsz, ha kitartasz, akkor rájössz arra, hogy, hogy Isten pontosan tudja a te szükségédet, és pontosan, rendelt időben mindegyiket be fogja tölteni. Pont ennyi, nem kell izgulni, nem kell túragozni, nem kell teológiát gyártani rá. Minden szükségedet betölti idejében lépésről lépésre az Isten. Ámen. Ez a küzdelem ebben a nyomásban, mert ekkor még mindig nyomás van, ez addig tart, a jó hír az, emelem a jó hír szintet, hogy ez nem a mennyig fog tartani. Már előbb véget érhet ez a nyomás. Ez a nyomás egészen addig tart, amíg egy adott ponton végre, valahogy nagy nehezen, de át nem adom az irányítást az életem fölött az Úrnak. Eddig tart. Onnantól kezdve szabad vagy. De addig tart. Mert nem lehetsz két rendszernek egyszerre szolgálja. Nem lehetsz két királyságnak egyszerre állampolgára. Mert egyik se vagy. És ezért az egyik az mindig nyomni fog téged, hogy gyere vissza, és odatagozódj be. A másik pedig vár téged, és ha lépsz felé, abban segít. De a szabad akaratot a menny királysága tartja. Most a lényeg, ez még mindig nem a vég. A te életedben sem. Amikor azt érezzük a nyomásban, hogy Ő, itt van vége, akkor a 24 10 éve megyek tovább, és Isten király, Isten király uralmának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az ördög mindig jön egy hazugsággal az életed nagy nyomásos időszakaiban, euh, méghozzá azzal az élet, területe, különböző életterületeken is lehet, hogy ahogy növekszik a gonoszság azon az életterületen, ahogy a szeretet hidegül meg, is te egyre inkább nagyobb nyomásba vagy, érted, és küzdesz ez ellen, akkor jön az, az, ördög, és elkezdi neked reklámozni azt, hogy ez a vég, ez a vég, ennél jobb nem lesz, most köst fel magadat, ez a vége, Látod mindenki más, a többi hívő milyen sikeres. Ők elérték, te nem, te lecsúsztál róla. Neked ezt a vége. És jön ezzel a gondolattal, hogy ez a vég, ez a vég, nem véletlenül mondja itt az ige, hogy ez egy hazugság, mert a vég nem itt van a nyomásban, hanem ott van, hogy a királyság hirdetésével, és megjelenésével, és uralomra jutásával lesz vége a dolgoknak. Addig nem lesz vége. nem. Most lehetnek kicsit lelkesedni értem. Mert ez egy nagyon jó, horsz, nagyon jó gondolat lesz. Az utolsó korszak nagy ellentmondás, amiről beszélünk ma, az az, ami a te életedben is ott van, meg ebben a korszakban is, hogy miközben egyre nagyobb a nyomás, egyre nagyobb a sötétség, a gonoszság a világban, egyre nagyobb az ördögi üvöltözés a te életedben a különböző területeken, hogy vége van, vége a házasságodnak, vége a párkapcsolati dolgaidnak, nem lesz már párkapcsolatod, nem lesz már jó állásod, nem lesz már jó szolgálatod, ezeknek vége, lejárt az ideje, elkéstévele, a stb, stb. 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 amikor ezt üvölti az ördög, és szegény leszel, és és éhen fogsz halni, és muszáj hazudnod és csalnod, hogy egyáltalán munkát kapjál, hogy a főnöknek megfeleljél, amikor megyed az üvöltözés, ez a danon üvöltözés, hogy vége van különben a világnak, akkor ezzel párhuzamosan felcsendül egy szelít halk hang. Először ez egy szelít csendes halk hang. Csak suttogva. Először csak pár ember, aztán egyre több. Aztán már egyre nagyobb csoportok és gyülekezetek végül már egy egész nép harsogja az igazságot, azt mondja az igaz, hogy a végén már a háztetőkről is ezt fogják hirdetni, hogy van királyság hogy a király az él, és jön vissza, és a végső szó az övé, az én életemben is, ezen a bolygón is, a királyi az utolsó szó, és nem az lesz, hogy vége van, hanem az van, hogy feltámadás van, reformáció van, újrakezdés van, az egész világot újra fogja teremteni Isten, milyen, milyen dologról beszélsz te ördög, hogy vége van, még csak most kezdődik, neked vége van, neked 2000 éve vége van, nekem most kezdődik, Amen. A királyság, és ez egy fantasztikus hír, elközelget, azt mondta Jézus, hogy elközelget, itt van közöttetek a királyság. Azt mondja, hogy itt van bennetek, közöttetek van, és növekedni fog, lépjetek bele, engedjetek, hogy működjön rajtatok keresztül, be lehet lépni, ez az igazi jó hír egyébként. Nem az a jó hír, hogy 500 forinttal megemelik az órabéredet, kiéve, ha 5 millió forintot keresel per óra, akkor az jó hír hanem az a jó hír, hogy a királyságba be lehet lépni, és a királyság tudatot keresztül hatni, mert mit mond az ige? Azt mondja, hogy a királyi uralom növekedésének nem lesz vége. Mit mond az ördög? Vége van. Mit mond Isten? A királyság uralmának növekedésének nem lesz vége. Soha. Azt mondja az ige, hogy Isten király uralmának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Most a következő sorhoz érkezünk. Bizonyságul minden népnek. Emelkedik a jó hír. Itt válik teljesé, személyessé az a jó hír, ami ebbe az egysoros ige, benne van. Azt mondja az ige, hogy bizonyságul minden népnek. Nem csak arról van szó, hogy nincs vége, és, és majd a királyságot fogjuk hirdetni, hanem azt mondja itt Isten, nem elég, hogy hirdetni fogod, de te leszel a bizonyság. Azt mondja, hogy a te életedben meg fog jelenni a királyság uralmának a növekedése, a gyümölcse, az ereje, a helyreállása, a gyógyulása, és te magad leszel a bizonyság annak, hogy a királyság uralmának növekedések nincsen vége. Hogy ez nem beszéd, hanem erő és valóság. Ez tudod, miért jó hír? Mert az azt jelenti, hogy téged is helyre fog állítani Isten. Az azt jelenti, hogy ha hűségesen kitartasz Isten igéjében, Istennel való együttjárásban, akkor nem az az igazság, amit most mond az ördög neked nyomás alatt, kedves testvérem, hogy vége van, hanem azt mondja Isten, hogy állj vissza a helyedre, állj az útra, viseld a nyomást, essél ha kell, kusszámúászál, ha kell, folyjon össze a kell, csak tartsál ki, mert nem itt van a vége, hanem ott lesz a vége, hogy a királyság elkezd hirdetődni a te életedben, vagy nem csak hirdet megfettetik a te királyság a te életedben, hanem meglátszik majd a életedben, és te magad bizonyságá válsz. Ámen? És bizonyságá válsz mindenkinek. Na ez a nagy élentmondásnak a része. Nehogy lenyomva legyél. Ne legyél a félelmeknek a rabja, azt mondja Isten igényel. Nem az öröklött dolgaidnak a fogságában kell élned. Nem a félelmeknek és a szorongásoknak az időszakában kell élned, mert ezeket elvégezte Isten. És lehet, hogy még nem történt meg az életedben, de meg fog történni az életedben. Mert már el van végezve. Ámen. Meg kell újulnod a látásban. Ebben neked kell megújulnod, hogy ezt az igazságot nem adom át. Amikor Isten egy magot vetett az életedben, oda vetette a királyságnak a magját a te életedben, a megtérésnek, az üdvösségnek, a bizalomnak és a reménységnek a magját, akkor te reménykedtél az úrban, ó, itt minden ember lesz, ó, itt jó lesz, nem tudom még, hogyan csináljad, ez az Isten, akit most megismertem, ez fantasztikus Isten, erre rá tudom magamat bízni. Így van? Hol ez a reménység? Hova tűnik pár év alatt? A nyomásokban. Elfolyik, és eltűnik, és elszivárog. De Isten azt mondja, de tudod miért? Mert a, jönnek az égi madarak, jön a sátának a hordája, és kikapkodják ezeket a magukat a szívedből. És Isten azt mondja, az Ábrahámi példázatban emlékeztek egy mózesben, amikor Ábrahám áldoz az úrnak, akkor jönnek a sötét égi madarak, és megpróbálják megenni, elkapkodni. És mit kell csinálni Ábrahámnak? El kell kergetnie a következő pillanatban megjelenik Isten egy kárha formájában tűzdei szövetséget köt Ábrahámnak. Ott van végig Isten, de nem ő csinálja, hanem azt mondja, Ábrahám, neked kell csinálod, őrizd meg a magot, őrizd meg a reménységet. Mert amit Isten kimondott, az úgy van, az igen és ámen, ámen. Ne engedd, hogy kilopják a szívedből, a zsebedből. Mert ezt csinálja az ördög. Egyik napra úgy ébredsz fel, hogy jaj, nincsen Danon. Jaj, milyen ember vagyok. Mert így ébredsz föl egy idő után. És aztán keserű leszel. A gyűlibe járok már évek óta, semmi változás nincsen. Még dalon sincsen. Pff, hazugság! Annyira undorító. Borzasztó dühös vagyok rá. Pláne, amikor nálam csinálja. És erre ébredek föl én is egy idő után, hogy jaj, már nem hiszek. Már nincs reményem. Már kétsébe vagyok esve, hogy Isten még tényleg? Egyáltalán, ha vagy, tudsz segíteni? Mely egy pásztor is el tud egyébként ide jönni, zárója bezárva. Ámen. Oké. Okay. Nem tudom, hol tartunk. Mindegy. Jó lesz. Azt mondja Istennek a beszéde, hogy a királyság ott magként ugye beveti a te életedbe, és király kompatibilis emberé tesztéged, és a te életed az bizonyság lesz minden nép számára. Ez egy nagyon izgalmas rész. A királyságban minden fordítva van. A királyság azért olyan borzasztó nehéz, mert olyan ciki az egész, de minden fordítva van. Ha adsz, akkor kapsz. Ha kevés van, még többet adjál. Ha úgy érzed, hogy el vagy vetődve, és senki nem szeret, akkor menj oda egy és kezd el megszeretgetni. Ezt én aztán tudom. Amikor nagy elvetettségben szenvedsz, pörögsz, tudod, senki nem szól hozzám, engem nem fényképeznek le, engem nem hívnak meg az esti buliba, mert mindenki rajtam kívül már mindenki ott van, akkor egyébként csak komolyan nem egyszerű oda menni. Sziasztok, srácok! Nem, olyan marha nehéz, aki az elvetettséggel küzd, és azt mondja, hogy ne engedd ki a magot. A másik oldal segítsük egymást. Máskor hívjatok meg. De... <síthat> 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 Oké. Okay. Van egy nagyon gonosz hadúság az ördögnek. É, és ebben most miattatok kockáztatok. Mert hát azt mondja az igen, hogy aki áll, vigyázzon el, ne esse. De most miattatok kockáztatok. Meg leszek benne próbálva. Ne. Van egy változás az én életemben is, hogy ezt a hazugságot, amire most fogok beszélni neked, ezt valahogy felismertem, és elkezdtem ellene tudni küzdeni. Ez pedig az a leggonoszabb hazugság, hogy nem változik semmi, és ugyanúgy fog maradni minden. Ez borzasztó alattomos. Azt mondja ez a hazugság, hogy amikor látsz jelenségeket, hallasz dolgokat, akkor ugyanazt a szemeget teszi föl rád, hogy na, ez ugyanaz, mint régen volt. Lám nem változik semmi. Ez ellentétes Isten igényével. Isten igény azt mondja, hogy változik. Muszáj megőrizned a bizalmat Istenben, hogy nem az lesz, ami régen volt. Még ha úgy is néz ki. Még ha úgy is tűnik, hogy engem most a munkahelyemen így kirúgnak. Vagy bármi, bármilyen, ez lehet kapcsolati munka, tök mindegy, teljesen mindegy. És azt mondja, őrizd a magot, a reménységet, mert nem úgy lesz. Nem úgy kell csinálnod. Tudnék, nem vagy fogoly. Még ha százszor is tévedtem, ha százszor is elrontottad, akkor is Isten igény azt mondja, hogy bármikor sikerülhet neked. Te nem arra vagy predestinálva, hogy 101-szerre is elbukjál, hanem arra vagy elhívva, és arra vagy elrendelve, hogy 101-szerre, 78-szorra, vagy 22-szerre, kinél, Mi micsoda? de neked sikerülni fog. És amikor te kitörtél az ördögi körből, amikor végre egyszer másképp reagálsz, máshogy csinálod, mások a döntéseid, akkor hirtelen rájössz hogy nem vagyok fogoly, ja, hát én szabad vagyok, én léphetek más dolgokat is meg. És ott meg fogod tapasztalni, hogy Isten király uralma növekszik a te életedben. nem. A királyság fantasztikus dolog. Élet van benne. És Isten azt mondja, hogy ez az isteni élet akar rajtad keresztül átáradni, de úgy, hogy először téged telítsen be. Ha így vagyok, akkor abból az isteni királyság élete nem lesz egy nagyon népszerű dolog. Ha így vagyok, de belül nem érzem, az egy idő után bohózkodás. A, a valóság az, hogy meg kell telítődnöd, neked is azzal, amit prédikálsz, hát hinned kell azt, amiről beszélsz, mert hitből hitbe mennek a dolgok. nem. Oké, okay. na, hogyan hogy nem kellene félnem itt a földön, hogy szabad lehetek, hogy nem kell aggodalmaskodnom. Ez a lényeg egyébként az egészben, hogy Isten a nyomások révén, a nyomások útján át akar téged vinni. Hogyan mehetek be ebbe a királyságba, ugye nyomások? Vagy hogy jöhet ki én belőlem ez a királyság? Máté 13.31. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek királysága a mustármakhoz, amelyet az ember elvet a szántó földjébe. Az kisebb minden magnál. Viszont, mikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél, sőt, fává lesz. Úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágain. Tehát hogy kezdődik a királyság? Egy maggal. Egy maggal. Isten beszéde a mag, ezt tudjátok. Isten beszéde a mag, az Isten beszéde tud téged megtermékenyíteni a földi síkon ezt Isten azért csinálta, hogy lehetne így is szaporodni, sokasodni, hogy hozzáérsz a másikhoz, persze közös megegyezéssel, és hirtelen osztódtok, de Isten mindenben megmutat igazságokat. A mag, nem ragozom, értitek? Megtermékenyít, megoszt, életet hoz. Mit csinál? Az Istennek a magja, a beszéde, az bekerül a szívedben, és ott megtermékenyíti, ami bent van, és egyszerűen életet fog fakasztani. Amen. Viszont itt van a lényeg, hogy az elhittem, elhittem, befogadtam, reménységem, magamhoz öltem, megtermékenyít, utána mit kell csinálnom? Meg kell őriznem. Ezt főleg anyák tudják, amikor itt benn növekszik. Így. Még senki nem látja. Még senki nem tudja. Ezt ez, ez csak ő tudja. Ott van bent. Növekszik elrejtettségben. Isten beszéde is ilyen te benned. Amit rólad mondott Isten, az bent növekszik. Tudj róla, hogy bent az növekszik. Isten szülő az növekszik. A te dolgaid növekednek. Ez kezd nőni majd, és mint a vető maga, vagy a maga, amit bekeltek a földbe, egy idő után egy gyökér lesz, ugye, mondjuk egymás, hogy te gyökér. Gyökéré válik, és az először gyökér vagy, és utána, és utána a földet áttöri a fejével, és kibukkan neki zöld levél, sziklevél, azt hiszem úgy hívják. Aztán csilla lesz. De már kim vagyunk, mert nem csíra, már kim vagyunk a földből. Mindegy. A lényeg, ami lényeg, hogy kijöttünk a földből, maradjunk itt. De ahogy kijövünk a földből, mit kell csinálni ennek a hajtásnak? El kell a feje fölül, így kinyomja a kavicsokat, a sziklákat, a földet. Magyarán azok az elképzeléseid, azok a kövek, amik a te emberi gondolkodásaid, a megszokás, hogy 30 éve így volt, ez most is így lesz, ezeket alulról a mélységből följövő isteni beszéd próbálja áttörni. Engedd Isten szellemének, hogy lányítsa a szívedet. Ticsőítés, imádat, ige. Engedd, hogy szóljon, megtérésre vedessen, ez töri a te szívedet. És akkor a beszéd elkezd kihajtani. Amikor már kihajtott, akkor már látod, hogy jó, ebből lesz valami. Még mindig utána vigyázzál rá, de az már egy, egy jó állapot. A gyümölcs az már később jön. A kihordás egy nehéz időszak. Amikor nincs még látható eredménye, csak a nyomás van. Amikor csak a nyomás van, azt gondolod, hogy ennél rosszabb nem lesz. Anyák kezdti tudjátok. De lesz. Egy idő után a nyomás kívül belül elkezd érni, és már itt fáj, ott fáj, már nem tudod, hogy hogy üljél, mit, mit csináljál, nagyon szakértő vagyok ebben. Aztán a kényelmetlenség a nyomás fájdalmakkal kezd el járni, gondolom én, nehézségekkel kezd járni, a mozgásod és korlátozottabbá kezd válni. Ez az állapot szellemileg is így van, hogy már, már nem tudod a régit már megélni, de még az új sem kezdődött el, borzasztó. Nyomás, nyomás már megint. Majd végül akkor lesz a fájdalom és a nyomás, hogy már azt kiáltják az emberek ilyenkor, hogy már minden csak vegyék ki belőlem. Tehát már mindegy, uram, hogy mit csinálsz, medz le rólam, vegyék ki, szüljünk, elég volt, de ebből legyen már vége. Ilyenkor szokott megszületni a gyerek, és mit mond az ige? Hogy bármekkora volt a fájdalom is, amikor megszületik az új, az öröme elfelejteti a fájdalmakat. Amikor nyomásba vagy, ez a kép legyen rajtad, hogy nyom, nyom, nyom nyomjon anyuka, apuka maga is nyomjon. <coughs> Emlékszem, egyszer, amikor szültünk, ott voltunk a szülőszobában is. <coughs> Okay. Szóval az öröm az elfelteti a fájdalmat. A királyság eredményei mind ilyenek. Ez igaz ez a lélekre, igaz az anyagi életre, kapcsolatira, szolgáltira, minden igaz, mindenre igaz. Amiben belekevered Isten királyságának az igazságát, az megkelesztődik, és el kell szépen fejlődni. Nem azt ígéri Isten, hogy nem lesznek árvizek. Nem azt ígéri Isten, hogy az osztálytársait közül mindenki fog téged szeretni. Nem azt ígéri, hogy a legnépszerűbb ember leszel a munkahelyeden, ha te megtértél, sőt. Ezeket nem ígéri Isten. Ellenben. Azt ígéri Isten, hogy egyre nagyobb bárvizek jönnek. De azt is ígéri, hogy az övéit megmenti, ha kitartanak mellette. Azt ígéri, hogy ha ráépítkezel, akkor hiába jönnek a viharok, mindenki más hogy összeomlik, a tét az meg fog maradni. Azt ígéri Isten, hogy a következő osztálytalálkozón te leszel a bizonyosság. Az idők az úrnál vannak. 24.14, és ezzel fejezzük be ezt az ige verset. Isten király uralmának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Na, amikor majd minden szem meglátja, hogy Isten ott lakik az ő népek között és az ő népében, amikor majd minden nép, meglát, minden nép meglátja, hogy van egy nép, amelyik Isten a láthatatlan Isten beszédére állva nem hazudik, hanem igazat mond, vállalja az igazságtalanságért járó szenvedést, amikor Isten népe szeretetet és könyörületet áraszt az őt üldözői ellenére is, akkor azt mondja az igaz, hogy meg fog látszódni rajtunk, hogy mi az övéi vagyunk, mi a, mi a királyságnak a, az emberei vagyunk, és azt mondja az Isten, hogy na akkor, majd akkor jön el a vég. Isten egy fantasztikus menyasszonyhoz fog visszaérkezni. Ez az én látásom és az ön örömöm. Isten az egyházát helyre fogja állítani, amit most látsz ma ahhoz képest, ami lesz. Mert Isten királyi uralmának növekedése még képzeld el, még ebben a gyülekezetben sincs vége. Még itt is növekedni fog napról napra. Halleluja. Amen. No, amikor ez, és ez neked nagyon jó hír. Na most visszahozzátok, akik talán még hiány vagytok kicsit a teljességnek. Velem az élen. Mikeás 7-8. Tudnék, van a nyomás, ez tök szép, amit elmondtál Zsolt, ez nagyon jó látás, de én most pont tegnap buktam el, pont tegnap adtam föl, pont tegnap vagyok úgy, hogy kész vagyok. Mikeás 7-8. Ne őrülj ellenségem. Ha elestem is, felkelek. Ha sötétségben laknék is, az Úr az én világosságom. Az Úr halagját hordozom, mert védkeztem ellene, de majd ő, lefolytatja a peremet velem. Nem te ördög, majd ő velem. És meghozza az én ítéletemet. Mellesleg egyébként az már van végezve, ördög, ugye tudod, emlékszel rá? 2000 év ott volt. Kivisz engem a világosságra, és meglátom majd az ő igazságát. Meglátja majd az ellenségeim, meglátják ezt, itt a bizonyság, megszégyenülnek azok, akik azt mondták annak idén, osztáltalálkozó munkahelyen, utcákon, tereken, hogy na hol a te ura, a te istened? Hm? És azt mondja a 7.11-ben az Úr, eljön falait fölépítésének a napja, és azon a napon ki fog bővülni a határ. Ez a királyság üzenetem a elvárosi gyülekezet. Ha nyomásaid vannak, mondd azt az ördögnek, ne ürülj ellenségem. Mert az igaz, mondja, hogy el fog jönni az én falaim felépítésének a napja, és kibővíti Isten ezen a földön az én határaimat. És akkor ezzel befejezem a 2. a 2.13-mal. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk Istennek, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr. Szeret bennünket Isten. Mert kezdettől fogva kiválasztott titeket, kezdettől fogva kivagyunk vagyunk választva. Isten téved? Soha nem tévedett. Ki vagytok választva az Isten üdvösségére, a Szent Szellem megszentelésében, az igazság hitében, elhívott titeket az evangélium által, Miért hívott el bennünket, hogy részesüljetek a mi úrunk Jézusnak a dicsőségében. Nem a nyomvadságában, nem a nyomorultságában, nem abban, hogy mi vagyunk a, a csofattak, hanem a dicsőségében. Dicsőségbe fog téged Isten bevinni, ha hűséges vagy, kitartasz a nyomás között az úton. Maga a mi úrunk Jézus Krisztus az Isten ami atyánk, bocsánat, 15, egyre följebb, ezért testvéreim, Legyetek álhatatosak, kitartóak, ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár levelünk, akár az igáltal tanultatok. És maga az Úr Jézus Krisztus az mi atyánk, aki szeretett bennünket, aki kegyelméből örök vígasztalással, jó reménységgel ajándékozott meg, na az most vígasztalja kicsit a nyomás alatt lévő szíveiteket, erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Azt mondja Istennek az igéje, hogy hát valamikor végigasztalásra vagyunk szorulva. Ez igaz. De erősítsen meg titeket a Szent Szellem. Amen. Szóval, kaptam ma még egy igét, egy, egy képet. Szóval mi hívőként vagyunk azok, akik így a nyomások közepette, az egyre nagyobb nyomásokban, sötétségben, stb. kitartunk. Amen. Próbálkozunk. Segítesz? Elbokunk. Olyanok vagyunk, mint a tanítványok. A tanítványok ment Jézus halála előtt. A tanítványok sok mindent megtanultak Jézustól. Jártak gyülibe. Jézussal egy házi csoportra jártak. Látták Jézust járni a vizen. Részt vettek a csodákban, mert maguk is osztottak kenyeret. Péter halból rendezte le az adótartozását. Csók, az ajtót. És forró lepedi szint. Ő volt a rabbi, ő volt a tanító, ő volt a jó pásztor. Jézus. De lehetett, hiába jártak oda, hiába láttak annyi mindent, és annyi mindent tanultak meg, tapasztaltak meg, az alapjellemük, maradjatok ott, az alapjellemük nem változott. A hitük még nem volt kiforva. A hitük még nem volt megalapozódva igazából pedig nagyon sok csodát láttak. És mi hívők, akik járunk ezen az úton, már sok hívőt láttunk, de mégis van az a pont, amikor a nyomások miatt ott tartunk, hogy nem bírjuk már tovább. Aztán jött a tanítványoknak is az életére az alkonyzóna. Tudod, amikor elkezdett úgy beborulni a dolog. Amikor Jézus elkezdte szűkíteni a követésnek a feltételeit. Amikor azt mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, nem, eszi az én, nem az én véremet. Aki nem hagyja ott mindenit, az nem lehet a tanítványom. És csomóan lefalcoltak, és leléptek, és bennünk is ilyenkor inognak a dolgok. Lefalcoljunk, lelépjünk. De valahol Isten kegyelméből ott maradunk az úton, a gyülibe, a pásztorral, a tesókkal, az Isten dolgaiban, és valahogy megyünk tovább, de érezzük, hogy ő szűkülnek a lehetőségek. Nagyobb a nyomás. És aztán ennek a csapatnak jött az éjszaka, amikor elárulták Jézust. Mert mindenkinek jön egy éjszaka, testvéreim. Nekem is megvolt, és neked is megvan, és meg lesz, amikor el fogod árulni Jézust. Elárulod azt, ami beittél. Nem úgy, mint Júdás. Nem úgy, mint a farizeusok. Mert ők kitervelten, előre eldöntve csinálták. Hanem úgy, mint a tanítványok. Nagy volt a nyomás, és elbuksz. Aztán jött három nap három reménytelen nap. És erről a három napról szeretnék szólni. Ez a három nap, ez egyszerűen, ez nem csak rossz volt. Ki volt végezve Jézus, a tanítóm, a barátom, a mesterem, a profétám, az apostolom, a pásztorom, akiben hittem. Ez nem egyszer rossz, ez egy kétségbejtő három nap lehetett. Azt mutatta az Úr, hogy ezek a tanítványok mindent föltettek egy lapra. Tettél már fel valamit az életedben, akár csak egy élet területeden, mindent fel egy lapra Isten beszédére. És aztán egyszer csak azt látod, hogy sír kerül rá, és eltemetődik, de úgy, hogy azt ember nem támasztja fel. A tanítványok elbuktak ugyan, de nem feladták. Ők kitartottak, ameddig csak tudtak emberi erőből. Ők nem, nem lemorzsolódtak. Ők buktak egyet, de végig ott martak. És ott ülnek ez a tanítványok, és vesz a három nap alatt, és végig gondolják az egész életüket. Nem fogták el őket, így van. Volt munkájuk, nem vesztették el, valaki visszament az irodába, valaki a BKV-hoz, valaki a hajózási Kft-be, visszamentek dolgozni. Nem végezték ki őket, megúzták olcsón. De az emberi szinten úszták meg. De ott van az a három nap, amikor az utcán találkozol emberekkel. Találkozol az osztálytársaiddal, osztálytalálkozón. Ott az a három nap, amikor egyszerűen a szégyen és a frusztráció hullámai elönthették őket. És azt gondolom, hogy nem az, nem az fájt nekik a legjobban, amit, amit láttak, ami történt. Hanem az fájt nekik a legjobban, ami nem történt meg. Mert Jézus nagyon sok mindenről beszélt, hogy mi minden vár majd rátok. És ők hittek Jézusban. Ők tényleg hittek Jézusban és az ő szavában. Ők hittek abban, hogy amit az Úr mond, az úgy van. És ők oda kötötték az életüket. Egészen a végéig. Ők azt érték meg, amit most nagyon sok ember él meg az egyházban, hogy vége van. Hogy ennyi volt. Vagy valaki úgy teszi fel a kérdés, hogy ennyi lett volna, ennyi a hit, ennyi a keresztény élet. Így telt el ez a három nap. De aztán jött egy reggel, egy hajnal, és előbb jön a hír, amit ők fel sem tudnak fogni. Jön Mária, aztán János, Péter, hozzák a tanítványoknak a híreket, és egyszerűen fel sem fogják, hogy mit van. Mit mondasz, hogy üres a sír? Aztán megjelent ő. Megjelent az Úr testben. Belépett, ott volt az ajtón. Megjelent az, akiben mindent rábíztak az életüket. Megjelent ő, és meglátták szerintem először, hogy nem hagyott cserben bennünket. Hűséges. És valami új dolog elkezdődött a szívükben, és ez a lényeg. Tudni még? a környezetükben nem változott semmi. Júda ugyanúgy római helytartóság alatt volt. A fizetésük nem nőtt. A körülmények abszolút nem változtak. De megjelent a szobában a feltámadott Uram. És ha ez, ha ezt megtehette Isten, akkor bármit megtehet. És meg is fog tenni. És ez indította el a világtörténelem legnagyobb mozgalmát, amit úgy hívsz, hogy kereszténység. Az a remény, hogy aki föltámasztotta Jézus Krisztust, ha ez a hír igaz, akkor ő az az Isten bármit meg tud tenni a te életedben, és az a hír második része, hogy meg is teszem. Most gyertek ki! Istennek az az üzenete ma Isten népe számára, hogy amit annak idején ő megtett a te életedben, amikor te megtértél és újjászülettél, volt egy reménység a te életedben. És azt mondja, hogy újra meg fogom tenni. Fogsz találkozni a feltámadott Jézussal. Fogsz találkozni a feltámadás erejével itt a földön, mert ellentében azzal, amit az ördög mond a te füledben, hogy itt van a vége, és azt mondja, hogy nem, nem itt van a vége, nem jött el még a vége, mert Isten királyságának evangéliuma hirdetetik az egész népen, a te családodban is, és amikor majd meglátják, hogy te vagy a bizonyság, majd akkor, majd utána, majd akkor, amikor Isten úgy dönt, akkor jön el a vége. Nem az ördög, nem a kétségbeesés, nem ezek határozzák meg a dolgoknak a végét, hanem kizárólag az élő Isten, Jeshua, Jézus Krisztus, aki a trónon ül. Ezért minden depressziónak, minden olyan gondolatnak, ami azt mondja, azt suttogja, hogy vége van, azt mondjuk, hogy hazugság, és takarodj vissza az ördögi műhelyedben. Mert nem, hogy most van vége, Isten népe, most kezdődik, most kezdődik a te életedben, most folytatódik a te életedben egy új korszak, neked most kezdődik el egy új korszak, neked feltámadás van arra a területre, egyszerűen Isten azt mondja, hogy nincs vége, nincs vége. Állj vissza az útra! Gyere vissza! Amen! Ámen! A szondoról é szín. Az igazság nem az, hogy véget érnek a dolgok. Az igazság az az, hogy nem érnek véget itt a dolgok. Az igazság az, hogy a királyság uralmának növekedésének soha nem lesz vége ezen a helyen. Sem a te életedben, sem a te szívedben. Amen. Az igazság az az, hogy a félelemnek vége lesz. A gyásznak vége lesz, az örömtelenségnek vége lesz. A depressziónak vége lesz, ez az igazság. Az az igazság, hogy a királyság uralomra fog benned jutni. Az az igazság, hogy bizonyságá válsz ezen a földön, és majd utána, utána megyünk haza, mert vár bennünket az Úr haza, ami igazi otthonunkban. Ámen, ezért Isten lépe, most úgy van meg ezt a dalt hogy ez a hitvallásod legyen, járj át a szívedet, Isten igazsága, hogy ne fognak gomlani a falak, és amit Isten megtett egyszer, az újra, meg újra meg fogja tenni. Dicsérjük az Urat!